Azért hívtuk össze ezt a mai sajtótájékoztatót, hogy nagy örömmel bejelenthessük, hogy a Mi Hazánk mozgalom Szegeden is állít polgármester jelöltet, ráadásul egy kiváló polgármester jelöltet, és mindezeken felül mind a 20 körzetben lesz jelöltünk, akikre tudnak szavazni. Nagyon fontos ez a mai állomás, hiszen én magam, ahogy járom az országot, azt látom, hogy Magyarország valamennyi megyéjében jelölteket tudunk állítani, megyei listákat tudunk állítani, és a fővárosban is több kerületben lesznek polgármester jelöltjeink, miközben versenytársainkkal ellentétben nekünk sem állami támogatásunk nincsen, sem pedig oligarchák nincsenek közöttünk és nem állnak mögöttünk, így aztán sokkal szerényebb anyagi lehetőségeink vannak. Ezeket az erőforrásokat szeretnénk oda összpontosítani, ahogy ezt már korábban a kampány elején elmondtam, ahol értelmét látjuk az indulásnak. Szeged egy ilyen város. Szeged egy emblematikus helyé vált, és én magam, mint szegedi születésű magyar ember, szégyennek érzem azt, hogy Szeged maradt a igencsak levitézlett balliberális tábor utolsó fellegvára. Ugyanakkor szégyennek tartom azt is, hogy Szegeden az úgynevezett jobboldal teljesen impotens és képtelen most már nagyon régóta leváltani Botka Lászlót. Én azt gondolom, hogy Botka László nem azért ilyen régóta Szegedváros polgármestere, mert olyan kiváló polgármester lenne. Több korrupciós ügy, több korrupciós botrány, több visszaélés tartozik, illetve ezeknek az árnyéka vetül most már Botka Lászlóra. Én azt gondolom, hogy Botka Lászlót azért nem lehet leváltani, mert nincs alternatíva, nem tud az úgynevezett jobboldali ellenzék Szegeden olyan alternatívát, olyan lehetőséget mutatni a szegedi polgároknak, ami alkalmas lenne arra, hogy Botka Lászlót és Botka László arrogáns rendszerét le tudják váltani. Ezt most is látjuk, hiszen nem csak Botka László katasztrofális korrupciógyanús ügyeiről tudok beszélni, hanem arról is, hogy a Jobbik gyakorlatilag eltűnt Szegeden, a Jobbik beolvadt a szocialista pártba, beolvadt a gyurcsányista ellenzékbe, a Jobbik most már Botka Lászlót támogatja, a Fidesz pedig olyan polgármester jelöltet talált, akit nem nagyon ismerünk, és aki nem igazán az a típusú polgármester jelölt, akire szegediek nyugodtan vagy bizalommal mernek majd szavazni. Ezért is láttuk értelmét annak, hogy induljunk és polgármester jelöltet is állítsunk, mind a mellett, amit az előbb a szegedi alapszervezetünk elnöke elmondott, hogy a szegedi szervezet egy kiváló szervezet az ország egyik legerősebb szervezete, és magában Csongrád megyében is Jász-Nagykun-Szolnok megye után a legjobb eredményt ért el a Mi Hazánk mozgalom. Feltett célunk az, hogy nem csak a megyei közgyűlésben leszünk majd jelen október 13-át követően, hanem a két megyei jogú városban, Szegeden és Hódmezővásárhelyen is ott leszünk a városi közgyűlésekben. Külön öröm számomra, hogy találtunk olyan polgármester jelöltet, aki életútja biztosíték lehet arra, hogy nem egy korrupciógyanús nagyvállalkozó vagy egy politikus vezeti Szegedet, hanem egy olyan ember, aki eddig a politika terepén, ha lehet úgy mondani, szűz maradt, és nem tapad hozzá semmiféle botrány. Ugyanakkor a politikától még sincs Panca Péter teljesen távol, hiszen édesapja 8 évig a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt, 1990 és 1998 között volt a Magyar Országgyűlés tagja. Ez még a Független Kisgazdapárt hős korszaka volt, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy már gyermekkorában magába szívta a politikát, a politikai tapasztalatokat Panca Péter. Ugyanakkor ő maga a civil életből jön, és egy magyar céget képvisel külföldön, Németországban, és ismeri az Európai Unióban azokat a gazdasági folyamatokat, amelyeket ismernie kell egy olyan embernek, aki Szegedvárost szeretné vezetni a jövőben. Szegeden születtem, két gyermekemmel és feleségemmel élek Szegeden. Átlagember vagyok, nem vagyok milliárdos, nincsenek milliárdjaim. Ismerem az átlagember problémáit, akár a sürgősségi ellátáson történő több órás várakozással együtt. Külföldön szerzett tapasztalataim alapján több beruházásra lenne szükség. Nagyobb irányú fejlesztésekre, az ipari övezetbe, termelésre lenne szükség. Csak úgy látom, hogy kereskedelem van a területen. Nagyon sok fejlesztésre váró terület van az ipari övezetben, ahol nem létesülnek gyárak. Jó lenne, hogyha ipari fejlesztéseket hoznánk Szegedre, hogy a fiatalok azok ne külföldön keressék a
boldogulásukat ebbe az országban, ebbe a városba. Jobb lenne, hogyha a város a fiataloknak több munkalehetőséget biztosítana.